egyedisítjük és átalakítással egyedisítjük a belsejét, egyedítsük, hogy mondjuk ezt. Szerettük volna nektek elmondani, hogy az egész Lada dolog honnan jött, és hát, hogy milyen munkaóránk is van benne ebben az egészben. Úgyhogy hát vágjunk is bele, és hát elmondom, hogy az egész hogyan jött nekem, meg hát nekünk. Szóval amikor nyáron megfogalmazódott bennem, vagy vett bennünk, hogy szeretnénk egy ilyen autót, egyébként az egész az úgy történt, hogy Ádámmal leültünk hát egy kicsit italozni, és hát a nap végére az jött ki, hogy hát megfotoshoppoltam egy autót, ami egy 2103-as volt, nem feltétlen ebben a formájában, mint amit most ti ismertek, hanem egy teljesen másikban, viszont akkor döntöttük el, hogy ezt mindenképpen meg kell csinálnunk, úgyhogy hát elkezdtem ugye a keresést mindenhol, és hát ugye ez nyár végével, körülbelül márciusra, tehát 2017 márciusra lett meg az autó, tehát ilyen sokáig kerestem egy jó alapot. Nem feltétlen mondanám a legjobb alapnak, mint amit lehet találni a piacon, viszont árban nagyon kedvező volt. Nem csak 2103-akat kerestem, hanem el voltam keseredve, hogy nem lehet találni egyáltalán. Már mindenféle csoportba beléptem. 100.000 forintig adok-veszek Facebook csoportok, de tényleg sehol nem lehetett találni. Az eredeti Lada csoportokban pedig esélytelen volt, mivel körülbelül ha valaki kirakott egy Ladát, akkor az már aznap vagy már másnap le is csaptak rá. Hogy mivel nem lehet találni, akkor esetleg egy 2106-ot visszaalakítunk 2103-ra, ami egyébként nem egy túl könnyű feladat, viszont ez lett volna az egyik megoldás, de hát hál' Istennek sikerült. Azért is volt jó ez az egész számomra, meg számunkra, mert nagyon sok jó emberrel ismerkedtem meg a keresés közben, és az alkatrészek keresése közben is, majd később. Szóval mindenképpen pozitívnak élem meg azt, hogy ezt az autót választottam, és hogy ezt ugye Ladát is, mert az is egy, ugye tudjuk, hogy Magyarországon elég nagy közössége van a Ladának, és ahol lehet, ott egymást segítik az emberek. És például az egyik, egy nagyon jó barátunkat is Ádámmal itt ismertük meg az egyik Ladának a keresése közben, mivel ő hirdetett egy 2106-ot, nagyon jó állapotban volt, viszont hát végül is nem az lett megvéve, de azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk vele. Az autóra úgy találtam rá, hogy az egyik Lada csoportba beposztolták egy másik csoportba lévő posztot, és rögtön ráírtam. Képek alapján jónak tűnt az autó, tehát rögtön ráírtam, és felvettem a kapcsolatot az emberünkkel. Hát ő már említette rögtön a telefonban, hogy már van rá körülbelül 5 érdeklődő, és hát ez volt talán a hét elején, és mondtam neki, hogy én sajnos csak szombaton tudok elmenni munkámtól kifolyólag, úgyhogy reménykedtem benne, hogy szombatig nem fogják elvinni, de hát sikerült. Pénteken ugye bebeszéltük, mondta, hogy még nem viszik el, én voltam ugye az első, aki ugye megnézi, és hát attól függetlenül, hogy 5 nap eltelt, vagy 4, én voltam az első, aki meg is nézte, és hát úgy döntöttem, plusz ugye Ádámnak folyamatosan küldtem a képeket, hogy hát vegyük meg, mert végül is arra
amire már a mostani verziójában van, arra jó lesz az autó. Hát voltak vele gondok, már a tesztút alatt is, úgyhogy kicsit azért féltem tőle, de mivel jó árban volt az autó, ezért hát ott akkor meg is vettem. Úgyhogy ez valahol Sűrűsáv környékén volt amúgy, és hát nyilván onnan haza is kellett hozni. Na hát vicces volt, mert ugye én még nem vezettem Ladát, úgyhogy kicsit azért hozzá kellett szokni. Alapvetően feelingre nagyon jó volt, attól, hogy én éreztem, hogy vannak problémái az autónak. Amikor mentünk, már beértünk Pestre, akkor gondoltam rögtön vigyük el egy gyors mosásra az autót. Hát én Pesti belvárosban körülbelül háromszor fulladtam levele úgy, hogy tartottuk fel a forgalmat. Úgyhogy ez is vicces volt, de hát ez hozzájárt ahhoz, hogy ez egy ilyen feeling. Amikor eljutottunk a mosóba, hát én már akkor is láttam előtte is, hogy itt a lakatolások, azok meg az utómunka, a gittelések azért az ott, ez egy ilyen kőműves meló lehetett, úgyhogy hát a mosás közben azért ezek szépen a festék le is jött. Hát én csak nevetni tudtam ezen, de hát tudtam, hogy ezt az egészet úgy is meg fogjuk csinálni, úgyhogy végül is nem egy nagy probléma. Úgyhogy ugye ez márciusban történt, akkor én ott Pesten kicsit használgattam, amíg ugye lábon haza nem vittem. Ha már projektautó, akkor úgy voltunk vele, hogy miért ne tegyünk bele levegőt, tehát most egy levegős felfüggesztést, és hát ha már levegős felfüggesztés, akkor miért ne vezéreljük akár távolról is, mivel én úgy gondolom, hogy sokkal jobban néz ki, kicsit parasztabb az, hogyha mondjuk egy kaputávirányítóval emelgeted az autót, hanem tényleg egy applikációval, és hát akkor megbeszéltük Ádámmal, hogy legyen ez, hogy akkor saját magunk megcsináljuk, mert hát ezek a rendszerek alapvetően nem olyan olcsóak, de hát mennyivel jobb lenne az, hogyha elmondhatnánk, hogy ezt mi csináltuk meg. Úgyhogy hát így lett az, hogy fókontakter, így találtuk ki, hogy hát legyen egy demo autó, ugye. Úgyhogy hát elkezdtem fejleszteni ezt az egészet, ami odáig jutott, hogy már egy ilyen beta 1-es verzió már működő, már akár kerekenkénti, vagy tengelyenkénti mozgatást is tesz lehetővé. Úgyhogy ez az, amit ugye egyébként AMT-sen is be fogunk majd mutatni, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz majd megnézni. Mikor hazaért, rögtön betoltuk a műhelybe, és hát darabokra szedtük, amelyre csak lehetett, akkor tárultak elég a problémák. Hát voltak vele problémák, vannak még mindig egy kicsit, de alapvetően ebbe a formájában már megfelelő annak, amit mi szerettük volna. Hát volt egy kis lakatos munka, ugye a futóműt fel kellett újítani, a fékeket fel kellett újítani, a motor teljes felújításon, igazából inkább mondhatnám azt, hogy a karburátor esett át teljes felújításon, a motor az, ha jól tudom, már az előző tulajdonos felújítatta, úgyhogy azzal nem volt gondunk, úgyhogy hát elkezdődhetett az alkatrészeknek a beszerzése, ami hát nem nagyon egyszerű feladat, mivel ha van is, akkor drága, vagy nincsen egyáltalán. Vagy ha van, akkor mondjuk 3 hónapig kell várni, hogy mondjuk megjelenjen valakinél, hogy esetleg neki van egy díszlece a tankajtóra, vagy valami, vagy ilyesmi, mert tehát ezek annyira ritka dolgok már. Tehát alapvetően utángyártott alkatrészeket lehet találni egyébként, sőt, hát lehet is venni kb. Nagyon sok boltban Ladához, tehát azoknak a minősége nem a legmegfelelőbb, úgyhogy ha lehetett, akkor eredeti alkatrészeket kerestem hozzá. Úgyhogy például ilyenek voltak a díszlecek, amíg a díszleceket kitaláltam, hogy egyáltalán melyik, hova, milyen méretű, mi hiányzik még, 06E, 03E, tehát ezeknek az utána járása nagyon sok időt tellett, tehát ez már mondjuk akkor is elkezdődött, amikor még ezt az autót meg se vettem, tehát már akkor voltak hozzá alkatrészeim, mert tudtam, hogy nem fog tudni mindent beszerezni. Úgyhogy tehát végül szétszedtük, a belseje az, tehát alapvetően az nagyon megy nekem. A kárpitosunkra bíztuk a belsejét, úgyhogy hát ugye alapvetően ez olyan, mint Ádámnak az igazából amúgy kb. A belseje az ott kezdődött, hogy a két első ülés egy 07-es Ladából származott, úgyhogy hát ezt nyilván ki is dobtuk, úgyhogy hát szereztem bele új üléseket, de nyilván szerettük volna ezt az egészet jobban egyedibbé tenni, úgyhogy hát a kárpitosunk ezt meg is oldotta.
Hát a festése az talán az egyik legegyedibb pontja az autónak. Ahogy meséltem az elején, alapvetően nem így szerettük volna ezt az autót, nem ilyen formájában, viszont miközben szétszedtük, észrevettük, hogy arra nem igazán lesz megfelelő. Ezt azért is ködösítik egy kicsit, mivel ezt egyszer szeretnénk megcsinálni, viszont szeretnénk, hogyha nagyon durranna majd, úgyhogy hát ez majd a közeljövőben reméljük az egyik autónkon, vagy akár egy másik 2103-on majd megpróbáljuk megcsinálni. És akkor odáig jutottunk el, hogy hát mivel a karosszériáján oké, lakatoltunk, de hát nem tökéletes, ezért legyen egy kicsit ilyen patinás. Úgyhogy nézelődtünk sok helyen sok képet, hogy esetleg miért lehetne, de hát nem kell nagyon messzire nyúlni, ugye volt nekünk egy Warburgunk, amin hát, hogyha ismeritek, akkor tudjátok, hogy milyen volt. Kicsit ott is patinásítottuk az egészet, viszont szerettük volna egy új szintre emelni, itt a Ladánál, úgyhogy hát végül is így lett ez a színe idézőjelben, amit most láttok rajta. Én szerettem volna mindig is a sárgát, mert nekem alapvetően a gyári sárga is tetszett, viszont az annyira a színárnyalata nem volt a legszebb, úgyhogy végül is ez a sárga lett. Ennek a festésnek a folyamata hát az úgy zajlott, hogy hát ugye ez piros autó volt. A legtöbb helyen lecsiszoltuk félig a karosszériáról festéket. Na most ez úgy nézett ki, hogy amúgy a karosszériának, tehát ott, ahol nem rozsdás, semmi baja nem volt, viszont mindenütt, körülbelül egy centig itt mindenütt az egész autó, mint hogyha valaki nem tudom, poénból begittelte volna. Úgyhogy hát azt le kellett kaparni nagyon sok helyről. És hát akkor ott a tiszta fém megmaradt, ahol piros maradt, azt lefújtuk barnára, és akkor az egészet beszórtuk homokkal, majd jött rá a sárga festék, és hát amikor ez kész van, akkor utána kicsit ki lett belőle csiszolva ugye a homok, és hát akkor az ette meg ezt a kis patinás színét. Úgyhogy hát a kontaktuson, ugye, ami volt júliusban, 2017 júliusában, azt a formáját láttattátok, amikor még kicsit olyan nyers volt az egész, mert nem érett be a rozsda, mert ugye azt szerettük volna, hogy a nyers fém ugye berozsdáljon. Úgyhogy hát a kontaktus után, amikor kész lett, utána kezdtük el azt, hogy só, víz, és hát folyamatosan kezeltük a csupasz fémet ezzel. Tehát így rozsdált be. Sokat vitatkoztunk Ádámmal azon, hogy legyen lakkozva, ne legyen lakkozva, úgyhogy hát végül is oda jutottunk el, hogy akkor lakkozzuk le. Nagyon sok rétegben le lett lakkozva az autó, viszont fényesen is furán nézett ki, és hát nem furán, jól nézett ki akkor is, viszont odáig jutottunk el, hogy hát mi lenne, hogyha matlakkal lenne lefújva, mert az mégiscsak jobban illik ez az egész patinás dologhoz, úgyhogy végül is még mondjuk az a formáját látjátok most, amikor elő van csiszolva a matlak előtt, úgyhogy ez majd még csak lesz, reméljük minél hamarabb, és hát az lesz a végleges formája. Igazából Lada alá nem olyan könnyű levegős felfüggesztést csinálni, de hát Ádám barátom megoldotta, úgyhogy minden ilyesmiről talán ő tudna jobban mondani, mert ő szenvedte végig az éjszakákat azzal, hogy ez alá bekerüljön maga felfüggesztés. Amiről még talán nem beszéltem, az ugye maga az applikáció. Na most az applikáció az nyilván nem csak egy applikációból áll, ennek az egésznek van egy agya, egy vezérlője, amit ugye meg kellett tervezni. Ezt le kellett programozni, a nyálkot ki kellett maratni, bele kellett forrasztani a dolgokat. Hát nagyon sok próbálkozás után értük el az utolsó, hát még mindig beta 1-es verziót, de már ott tartunk, hogy ez egy működő dolog. Az applikációt alapvetően először én próbáltam írni Androidra, de mivel ebben nem vagyok egyáltalán gyakorlott, ezért ezt szakemberre bíztam. Egy elég profi applikáció, amivel, mint említettem, tengelyenként is, és kerekenként is lehet vezérelni ezt az egészet.
Úgyhogy hát ez újfent az ANTS-en lehet majd, hát nem az én autómon, mert az enyémben még csak tengelyenkénti. Mindenképpen látogassatok el majd ANTS-en a standunkra, mert ott egyrészt az én autómat is fogjátok látni, másrészt a pederkárt. Én azt hiszem mind a kettőnél oda tettük magunkat, úgyhogy, és mind a kettő ugye levegős felfüggesztéssel rendelkezik, és vagy rendelkezni fog. Úgyhogy hát ott találkozunk, és ott majd megnézhetitek. Úgyhogy mindenképpen látogassatok. Mindenképpen látogattak. Fázom, bazd meg.